Bonecsuk Mónika, a Vekerlei Kultúrház művelődés szervezője köszöntötte a látogatókat az intézményben április 13-án nyílt kiállítás megnyitóján. A gyöngy és a gyöngysorok egykoron a nők legfontosabb égességei voltak, mely szépségüket volt hivatni. A néphitben a lélek és a tisztaság szimbóluma, míg a mitológiában a sorba rendezett gyöngyök a kozmikus rendet idézik. Az antik kultúrában a születést és a házasságot társították mellé. Keleten a hold a tökéletesség örök gyöngye, az ősi perzsák pedig az osztatlan ős egységet látták benne, és a gyöngyfűzést egyenesen költészetnek tartották. Kinek hobbi, szórakozás, kedves időtöltés, kinek alkotás, meditáció, de van akinek pénzkereset, önmegvalósítás, vagy csak egy közösséghez, egy szubkultúrához való tartozást jelent a gyöngyfűzés. És ahogy közeledről megnézzük ezeket a munkákat, túl is láthatunk a szépségükön, és felfedezhetjük azt a sok munkát és odafigyelést, amely elkészülésüket oly becsessé teszi. Ezt a gondosságot és alkotókedvet igyekeznek bemutatni önöknek a gyöngynővérek. Egyedi darabok, különleges gyöngyök, különböző technikával készült ékszerek, nyakláncok, füzérek, karkötők, gyűrűk és medálok. Minden alkotó saját stílusában megfogalmazott gondolat a szépségről, az eleganciáról, a kecsességről, hagyományról és a nőről. Mit talál meg az ember a gyöngyfűzésben? Mi végre csinálja? Izgatja az, hogy alkot valamit, akkor hogy ahogy készül a mű, közben inspirálja, hogy minél előbb készen legyen, de az nem mindig van így, mert az idő az véges, ugye? Mást is kell csinálni. De aztán a mű az mindent kárpótol, mindenért kárpótolja az embert. Nem csak az elkészült darab vagy szett okoz örömöt, hanem a befelefordulás, a meditáció, vagy éppen a műhelymunka során a baráti beszélgetés. A csoportban jelenleg öten járnak havi rendszerességgel, hogy megmutassák egymásnak munkáikat, átvegyék az interneten két találkozó közt fellelt új technikákat, lehetőségeket. Hát mi nyáron is össze szoktunk ülni, úgyhogy és akkor is kitalálunk valamit, és akkor azt megfűzzük akkor ott helyben, vagy így ilyen távba is szoktunk az egyik barátnő, ő már elköltözött Szentendrére, és akkor te figyelj, ezt csináljuk meg, készítsük el, oké, okay. Ő otthon fűz, én magunknál fűzök, és akkor így, na mutasd mekkora, és akkor így az ilyen jó pofa, inspiráljuk egymást. A gyöngyfűzéshez nem kell semmi egyéb, mint tű, damil, olló és gyöngy. Persze idő és kedv is kell, de furcsa mód, ezek közben nem elfogynak, hanem éppen, hogy egyre nőnek. Ez teljesen meg lehet tanulni. Tehát az alapoktól, hogyha van akinek minimális kézügyessége, akkor, és van feneke, hogy lehet ülni hozzá, akkor hajrá, meg lehet tanulni. Van ebben kezdő, haladó és... Van azért, vannak lépcsők, persze, persze. Tehát azért vannak bizonyos minták, amik azok le vannak ugye fektetve, hogy meg öltésformák. Tehát nagyon sok öltésforma van, azokat is meg lehet tanulni, szóval nincs lehetetlen ebben. A mintákat könyvből, internetről vagy útfőből lehet összeszedni, de akinek kedve van, inspirálódhat most a Vekerlei Kultúrházban kiállított darabokból is, amelyeket május 27-ig lehet megtekinteni.